A kicsi nagykövet nem csak egy cím, ez egy felelősség, egy megtiszteltetés és egy híd a múlt, a jelen és jövő között, olvasható az országos verseny felhívásában. A mai díjátadón az is látszott, hogy a Bács-Kiskun vármegyei fordulón résztvevő legügyesebb gyerekek ezt nagyon komolyan vették. A megye második alkalommal csatlakozott a kezdeményezéshez, idén 200-al több, 600 diák jelentkezett. Ez egy közel egy éves verseny, ami több szakaszból áll. Van online szakasza, vannak feladatlapok, vannak személyre szabott feladatok. Ezeket elvégzik a gyerekek, és általában, ha úgy általánosan veszük, akkor megyénként olyan 1000 gyerek szokott indulni ezen a versenyen. Abból mi kiválasztjuk a legjobb 100-at. Utána a 100 gyerek tényleg személyre szabott feladatokat kap, és belőlük kiválasztjuk a legjobb 30-at, akik zsűri elé mennek döntőbe. Ennek a döntőnek az eredményét hallgathatták meg a diákok ma délután a Hírosag órában. A versenyrészvétel azonban nem csak arról szólt, hogy versenyezzenek, hanem arról is, hogy új kapcsolatokat építsenek, tanuljanak, és legyenek büszkék magukra, közösségükre és nemzetükre. Nagyon örülök annak, hogy egyre többen támogatják itt Bács-Kiskun vármegyében is. Sikerült országossá tenni, és most már azok a tervek is körvonalazódnak, hogy a határon túli magyar gyerekeket hogyan lehet ebbe bevonni. Strack Mária elmondta, a kezdeményezés 2021-ben indult, Bács-Kiskun pedig 2022-ben csatlakozott először. A verseny november 30-án zárul a fővárosban. Az, hogy lezárjuk az évet, az nem jelenti azt, hogy megállunk, mi tovább visszük a gyerekeket. Sőt, most már a piciket is, akik ilyen külön díjban részesülnek csak, őket mentorálni fogják a tavalyi győztes gyerekek. Tehát a gyerekeket mozgatjuk. A versenyt mind a 19 megyében és 5 magyar lakta határon túli régióban hirdették meg. Strack Mária elmondta, a vármegyei nyertesek jutnak be az országos döntőbe, ahol határon túli kapcsolódással, újabb kreativitást, elmélyült kutatómunkát és szervezőkészséget igénylő feladatok alapján választják ki az országos kicsi nagykövetet, valamint a 3 kicsi attasét. Az eredményhirdetésen kiderült, hogy kik képviselik majd a megyét az országos versenyen. A kicsi nagykövet a csávói Csengő Bence lett, a kicsi agrár attasé Komáromi Klaudia, a kicsi kultúr attasé Szűcs Rita, a kicsi sport attasé pedig Krajcsi Sebestyén lett.